A százholdas pagonyban Mici Mackó és barátai nagyon jókat játszanak nap mint nap. Ma Robert Gidát ebédelni hívja az anyukája, így Mici Mackó és Tigris magára marad a villanyvonattal. Először Tigris akar vele játszani. De Mici Mackónak is ez a vágya, ráadásul csak egy kalauz sapka van. Mihez kezd Mici Mackó és Tigris? Ajaj! Hiába szeretne Tigris egyedül vonatozni, a kocsik minduntalan leszaladnak a sínről. Lássuk, mi történik, ha Mici Mackó és Tigris együtt vonatozik. Á, a közös játék sokkal érdekesebb. Ha Mici Mackó a kalauz és Tigris az utas, az ám az igazi játék, amit addig játszhatnak, amíg meg nem unnak. A százholdas pagonyban Mici Mackó és barátai nagyon jókat játszanak nap mint nap. Mici Mackónak és Malackának nagyon tetszenek az új játékszerek. Mackónak vadonatúj ütője van, Malackának pedig egy szép új labdája. Játszhatnak mindketten egyedül, vagy ha kedvük tartja, labdázhatnak együtt. Vajon mihez kezdenek? Úgy döntenek, hogy egyedül játszanak, de valahogy a játék nem tűnik érdekesnek. Nézzük, mi történik, ha azt választják, hogy együtt játszanak. Mici Mackó és Malacka tehát most együtt játszik a labdával és az ütővel, és lám, most érdekesebb a játék, mint eddig.